Nyuszi stopot hirdettek az állatvédők húsvétra. Állatvédő szervezetek azt kérik, hogy ne csak húsvéti ajándékot lássunk ezekben a kis állatokban. A kezdeti lelkesedés után néhány nappal sokan hajlamosak már csak megunt teherként tekinteni rájuk. Az állatvédők tapasztalata szerint néha egészen durva módon szabadulnak meg a nyulaktól. A témát Zoltán folytatja vendégével, vendégeivel. Köszönöm szépen, György. Juhász Csaba állatorvos a vendégem, és itt van állandó társa is vele, Junior. Igen, jó napot kívánok. Élő állat húsvétra ez a témakör. Milyen kérdést kell föltennie saját magának annak, aki esetleg elgondolkozik azon, hogy élő állatot vásároljon? Mindenképpen tudja biztosítani azt a megfelelő szabadidőt, amit az állatra kell fordítani. A másik tud-e olyan helyet biztosítani neki, ami az állatnak megfelelő életkörülményekkel jár. És hát a legfontosabb, amikor valaki azt gondolja, hogy ajándékoz egy élő állatot az ismeretségi körébe a gyerekeinek, ott szoktak lenni a problémák, mert a fél, aki kapja, az nem biztos, hogy alkalmas helye a feladatra, és a kezdeti lelkesedés után aztán ezek az állatok fölöslegesé válnak, és hát nagyon nehéz humánosan megszabadulni tőlük. Évről évre állatvédők, állatvédő szervezetek és állatorvosok hívják fel a figyelmet a felelős állattartásra, és ilyenkor húsvét környékén nyilván mögöttünk sem véletlenül láthatóak nyulak, hiszen a legtöbben pont a gyermekek vélt vagy valós igényeit próbálják meg kiszolgálni azzal, hogy nyuszit vásárolnak, hazavisznek, aminek a gyermek bizonyára nagyon örül, és a csillogó szemek az mindenki számára boldogságot jelent, de hosszú távon mit jelent, hogyha egy ilyen vendég érkezik a családba? Hát ez egy komoly napi elfoglaltságot igényel, hát a napi költségeiről nem is beszélve. Ugye itt a takarmányozásáról, illetve az alom megvásárlásáról van szó. A pici nyulaknál nálam is volt olyan, hogy ugye a gyerekek kaptak kis süldő nyulat, és hát ezek elég érzékenyek, és hát egy törékeny állatka, úgyhogy volt olyan a praxisban, ahol sorozatborda törése volt a nyuszinak, mert ugye a kisgyerek megfogta, nyúl nem az nyúl játék, ki akart ugrani a kezéből, és ugye hát megszorította óhatatlanul, és hát azért ez súlyos sérüléssel jár. Én azt gondolom, hogy ha a család elhatározza, hogy ő nyulat vesz, ami egyébként húsvéttől teljesen függetlenül egy elég népszerű állat lett, amit kedszerésből tartanak otthon a lakásba az emberek, általában a törpe nyulat persze, tehát nem a hatalmas nagy óriás nyulakat. Ezek jópofa kis állatok, szobatiszták, intelligensek, lehet velük kommunikálni. Én azt gondolom, hogy ha a család erre nyitott, akkor ebben nincsen probléma. A gond akkor szokott lenni, hogyha valaki ajándékoz az ismeretségi körébe, vagy a gyerekeknek, és nem gondolják át, hogy ez milyen felelősséggel jár. Mit lehet tenni egyébként akkor, hogyha valaki kéretlenül kap egy ilyen házi kedvencet, állatot, és mondjuk felelősen akar dönteni? Akkor el kell dönteni, hogy alkalmas-e a feladata, illetve a család, és hogy ők ezt nem csak egy-két napig, vagy a húsvét hétfőig szeretnék ezt az állatot tartani, hanem tartósan. Hát akkor először is tájékozódni kell ugye az állatnak az igényeiről, hogy milyen helyre van szüksége, milyen takarmánya. A legtöbb probléma az szokott lenni ilyenkor húsvéti nyuszikkal, ezek nincsenek szokva, főleg fiatal állatok a különböző takarmányváltásokra, és ők kiteszik a nyuszit a fűre, és friss fűvel letetik, netán lucernával, amitől a nyúlnak az emésztése tönkre megy, és súlyos betegsége, vagy akár elhullás is lehet belőle. Tehát a takarmányváltás az egyik probléma szokott lenni ilyenkor. Ugye tájékozódni kell, hogy addig mit evett a nyuszi, és ezen nem nagyon szabad változtatni, csak hát szakember segítségével. Úgyhogy mindenképpen azt javasolom, hogyha egy ilyen kisállatot kapnak, vagy vesznek, akkor azt ne tegyék ki azért a fűre, és legeltessék, mert az nagyon jó pofa, mert az a nyúlnak lehet, hogy az életébe kerül. Az Orpheus Állatvédő Egyesület a közelmúltban tett közé egy felhívást, és ebben a felhívásban egészen extrém és durva esetekről is írnak, hogy milyen tapasztalatuk van arról, hogy kik hogyan szabadulnak meg a már megunt házi kedvencektől. Ennek talán a legenyhébb formáját citálnám most idejelesül, hogy kiteszik az útszélére, vagy akár városi környezetben, a panelházak között lehet találkozni a húsvéti ünnepkör után nyulakkal. Milyen esélyei vannak a túlélésre például egy nyúlnak egy ilyen környezetben? Gyakorlatilag nincs esélye. Ugye ezek a nyuszik, amik fogságba szaporodtak, azok a természetben nem fognak túlélni.
Vannak olyan betegségek is, amit például a szúnyog terjeszt, mixomatózis, vagy egyéb vírusfertőzés, amire van védőoltás a nyúlnak, és ez az egyik probléma, hogy valószínűleg meg fog betegedni. A másik, hogy valamilyen ragadozó, legyen az kutya vagy macska, az biztosan róka, az meg fogja fogni, úgyhogy ez nem alkalmas a megszabaduláshoz, a megszabadulás módja nem alkalmas. Régebben volt, hogy az állatkert átvette ezeket a nyuszikat, most már szerencsére sokkal kevesebb ilyen probléma van, úgyhogy már ezt nem tudom, hogy ez működik-e még, de én azt gondolom, hogy abban a pillanatban kell ezt eldönteni, hogy megtartjuk-e ezt a nyuszit a családnak, vagy nem. Nekem van javaslatom egyébként, hogyha húsvétre mindenképpen nyuszit szeretne valaki, akkor hoztam egy olyat, ami alkalmas lenne, úgyhogy ezt be is tudom mutatni nektek. Ez egy teljesen legálisan tartható kis költséggel, és a család nagyon örülni fog neki, a gyerekek pláne. Nyilván a plüss nyúl is legalább ennyire népszerű lehet a gyerekek Igen. körében. Igen. Milyen cselekménynek számít egyébként az, hogyha valaki utcára tesz, vagy ha úgy tetszik, kidob egy házi állatot? Hát ugye az állatvédelmi törvény szigorúan szabályozza ezeket a dolgokat. Ez büntetendő cselekmény, állatkínzásnak számít, persze tettenérés kell hozzá, de én nem javaslom, hogy idáig eljussunk. Én azt gondolom, át kell gondolni azt, hogy alkalmas-e a család egy ilyen kedvenc tartására, vagy nem. Ha igen, akkor ez egy boldogság, és én ezt nem ellenzem, de akkor szakember találása kell hozzá, hogy milyen védőoltások kellenek a nyúlnak, milyen parazita mentesítés, és hogy milyen takarmányozás. Mostan egy csoki nyulat hozott ide, de lehet azt is tapasztalni, hogy nyilván a mai elvárosiasodott környezetben már ritkán találkozni olyan állatokkal, mint mondjuk 20-30 vagy akár 50 évvel ezelőtt a házi udvarokban, holott igény lenne a szülők és a gyerekek részéről is. Hogyan látja, hogy erre milyen reakciók születnek? Ezek a gyerekek, akik ugye nem találkoznak a városba gyakorlatilag semmi állattal, csak feldolgozott formába a bevásárlóközpontokba, nekik ez egy nagy élmény, hogyha egy ilyen élőállattal, nyúllal, bárányjal, lóval, csikóval találkoznak. Erre az állatsimogatók abszolút alkalmasak. Az állatkertnek is van ilyen része, ahova be lehet menni és közvetlen kontaktusba kerülni a gyerekeknek ezekkel az állatokkal. Én azt gondolom, hogy ilyenkor sok helyen szervezik ezt, rákeresnek a neten a szülők, ez a gyerekeknek pláne ilyen jó idő van, ez biztos, hogy egy jó program. Köszönöm szépen Juhász Csabának, hogy itt volt és hogy mindenről beszélhettünk. Nagyon szívesen.